teljesen fokuszom, hogy ezt látom. Keressük meg az övéket. Mi a nevük? Akkor kezdődik. Nagyon szép munkákat láttunk, sok újdonságot,
Viszont vannak dolgok, amikben még fejlődni kell. Például én szeretnék odáig eljutni, hogy mindenki egy lossal fedett tányérba fogja idehozni az ételét, hogy ne éghidegen kerüljön a zsűri elé. Higgyék el, hogy egy étel, hogyha meleg étel és forrón tálaljuk, annál jobb nincs, akkor a legjobb. És ezt kell elérni. Talán más nem is szeretnék mondani. A viselkedéssel nem volt probléma, a szakoktatók is példamutatóan viselkedtek, és igyekeztek kívül maradni a frontvonalon, nehogy nem túlegyítsák az eredményeket. Mindenki, minden diák elmondhatja azt, hogy amit elért, az saját maga érte el, a saját erejéből. A szakoktatónak annyi érte el köszönet, hogy az iskolában megtanította önre arra, hogy hogy csinálják meg ezeket az ételeket, és megszervezték azt, hogy ide eljussanak. Úgyhogy gratulálunk a szakoktatóknak is, az eredményeik szépek. Hát vannak kiemelkedő iskolák, ahol a háttér olyan, ahol olyanok az igazgatók, hogy segítik az ilyen versenyre való eljutást és az eszközöknek a megvásárlását. Azok az iskolák szerepelnek jobban. Igyekeztünk természetes elvonatkoztatni a gazdagságtól, vagy a jó felszereléstől az eredményeket, de hát ez sajnos teljesen nem lehet. Úgyhogy azoknak is azt mondom, utravalóul, akik legközelebb versenyeznek, de nem tudnak olyan felszereléssel jönni, hogy próbálják meg azokkal a szerény eszközökkel nyerni. Na lehet, nyernek ők is. Ha jó ételt tesznek az asztalra, mi örömmel adunk annyi érve. Gratulálok még egyszer a versenyzőknek, és megkezdjük az eredményhirdetést. Köszönöm szépen, elnök úr, értékelő szavait. És akkor még megkezdjük meg az eredményhirdetést. Pár szót még a értékelésről. Na, most nem kell nekem. Kezdjük az eredményhirdetést, mert azt gondolom, mindenki kíváncsi. Először beszéljünk a tegnapi szagló versenyről. Ezt szagló felismerni. Úgyhogy Magyarország orrai versenyeztek a tegnapi napon. És ebben a versenyben a Váci Szakképzési Centrum Gyöngyölvesi Madács Imre Gimnáziuma harmadik beérkezési osztály tanácsával. Elismerésképpen még oklevelet ad át neki a zsűri és fejlesztő tudásokat. Gratulálok! Győzelem felismerő versenyben, hogy versenyben a második helyen végzett két csapat. Az egyik a Pécsi Szakképzési Centrum, azért várok, mert kettő van belőle. Zsolnai Vilmos Szakgimnázium vagy Szakközépiskolája, aki második helyen végzett a szakmában. És ugyancsak második helyen végzett a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth-Lajos Gimnázium egyes csapatának versenyzője. Jön a Kossuth egyes? Gyere, Gyula! Csak messzire, tudom. Gratulálunk. És akkor a fűszerfelismerő szaglóverseny első helyezése, a joglevél és egy hozzájáró kupa elismerést érdemel ki, azzal, hogy a 20 felismerendő fűszerről 18-ról meg tudta mondani, hogy mit szagol. Ez pedig a Győri Szakképzési Centrum Kultúra Gimnáziumának szakasza. Holnaptól külön órát tartasz az iskolába szaglásból. Tűzzel szaglásból. És akkor következzen a mai gyakorlati meglepetés feladat végrehajtásának eredménye. A mai gyakorlati
főzésben tudjuk, ahol talán pulykahúst kellett összekeverni mindenféle finomsággal, és ebből ételt készíteni. A zsűri döntés alapján harmadik helyezést ért el, és ezzel egy oklevelet kap, a Pécsi Szakképzési Centrum Darai Miklós szakgimnáziumból. Második helyen végzett a darált pulykahús elkészítésében, tehát a meglepetés feladat végrehajtásában a Szamos Mátyás szakgimnáziumi szakképzésében. Gratulálunk, és akkor a gyakorlati meglepetés versenyben a étel elkészítésével első helyet ért el a zsűri megítélése szerint, az első helyhez járó oklevelet és kupát a zsűri tagoktól veszi át a Szegedi Szakképzési Centrum Ungári László iskolája. Gyakorol érkezik. Következik a legszebb főzőhely kihirdetése. A zsűri komoly minősítés után úgy döntött, hogy a 2019 évi versenyen a legszebb főzőhely a Párkányi Összevonhalászat és Csakörök is a főzőhely. Nem, az asztal sarkán van három A5-ös méretű zöld tok. Hozd már ki nekem, izék vannak benne, lova ki befogadó A5. De itt van. Következik a sült ételek kategóriájának legjobbjai ismertetése. Ez még nem a helyezés, még csak az, hogy kikészített a legjobb előétel, főétel, dessertet a tegnapi sült kategóriában. A legjobb sült előétel elkészítéséért a kezemben lévő oklevelet és a Hovasi Józsi kezében lévő kupát kapja a Győri Szakképzési Centrum Ludwig Gyula Gimnáziumának. Volt az oklevél mellett a kupa, és akkor a A legjobb sült főétel elkészítéséért a díjat a Szamos Mátyás szakgimnáziumi szakközépiskolában kapja. Nincs étel desszert nélkül, tegnap is volt desszert, a legjobb sült desszert elkészít, a legjobb sült desszert elkészítéséért a kupát és az oklevelet a Sepsiszentgyörgyi Verde Áron közgazdasági és közigazgatási szakközépiskolában. Következik a mai nap, ételeinek legjobbjait is külön díjjal jutalmazta a zsűri. Ennek megfelelően a mai napon a legjobb levest a zsűri megítésére szerint a Szak József Kereskedelmi Iskola kettes csapata készítette. A legjobb főételt a mai napon a zsűri döntése alapján a Sepsiszentgyörgyi Verde Áron iskola csapata készített. Igen, meg a főétel Verde Áron. Igen, azt mondják, ne menjél galérikába, erre húzódjak, mert akkor lehet haladni. És akkor következik a legjobb bográcsban készült desszert, illetve a mai napon készült legjobb desszert megítélése. A zsűri döntése alapján ma a legjobb desszertet a Párkányi Összevonhalászat iskola készítette.
következnek a tegnapi nap kategóriájára értékelései, ahol, ahogy elnök úr is említette, a teljesítmény alapján meghatározott pontszám fölött arany, meghatározott pontszám fölött ezüst és meghatározott pontszám elérése után bronz minősítésű értékelést nyújtott a zsűri. Ennek megfelelően a sült ételek kategóriájában bronz minősítést kapott a Dabasi Kossuth Zsuzsa iskola egyes. Elismerése egy oklevél, egy kupa és 5 darab nyakra való, amit most egyelőre egyedül az ő nyakába akasztunk, de majd meg fogja hozzá a többiekkel. Ugyancsak bronz minősítésű teljesítmény nyújtotta a Szegvédi Ungváru László iskola csapata. Nagyon pessimisták voltatok, borzasztó messze ültetek le. Nem volt hely. Ugyancsak bronz minősítést ezzel oklevelet, kupát és 5 darab bronzérmet kap a teljesítményéért a Barcsi szakközépiskola csapata. Engedjétek meg, hogy ezt a hosszú-hosszú elnevezéseket nem mondjam mindig, hogy ilyen és ilyen szakképzési centrum, ilyen nevű szakgimnázium, szakközépiskola, stb. Gondoljátok hozzá. Ugyancsak bronz minősítést kapott a tegnapi napi teljesítményéért a pécsi Garai Miklós iskola csapata. Jön az egész csapat, mindenki nem lesz nyakravalózva. Addig én folytatom. Ugyancsak bronz minősítést kapott a tegnapi sültételek kategóriában nyújtott teljesítményéért a Dabasi iskola 2-es csapata. Egyedül ki, akkor könnyűben nyakában vannak át a gyermeket. Csak benne húzza a nyakadat az összes érem. Nos, ugyancsak bronz minősítési teljesítményt nyújtott a tegnapi versenyben az március 15-e iskola a csapata Lőrinciből. Ugyancsak bronz minősítésre értékelt a zsűri a Zsolnai Vilmos pécsi szakgimnázium teljesítménye. Még mindig bronzok vagyunk. Bronz minősítésű oklevelet, kupát és érmeket kíván átadni a zsűri, azt így ki fogom mondani. Giorgio Pellasca iskola. Még mindig bronz. Bronz minősítést érdemelt ki a tegnapi teljesítményével a Kalocsai Kossuth Zsuzsa iskola csapata. És még mindig a bronzoknál tartunk, bronz minősítése értékelt a zsűri az Orosházi Kossuth Lajos iskola 1-es csapatának teljesítményével. Még mindig bronz minősítés és még mindig sültételek kategóriája. Bronz minősítést kapott a tegnapi teljesítmény alapján a Jászapáti Grófécsi István is oldalában. Ezüst minősítés. Szűrkül az idő. Ezüst minősítésre értékelt a zsűri a tegnapi teljesítményét a Szak József iskola 2-es csapatának. Ugyancsak ezüst minősítést érdemel ki a tegnapi napon a Tatabányai kereskedelmi vendéglátó és idegenforgalmi szakgimnázium és a Szak József iskola csapatának.
egyszer csak kimondtam végig. Még mindig ezüstös. Ezüst minősítést kapott a Szent József iskola egyes csapata. Ezüstre értékelte a zsűria. Gergyó Szent Miklós Vagyányi Ignác technikai kollégium csapatát. Na még mindig ezüst. Ezüstre minősítette a zsűri a Sejti Középiskolásokért Alapítvány csapatának kollégiumát. Jönnek a sejtiek. És még mindig ezüst. Ezüstöt érdemelt ki tegnapi teljesítményével a Gödöllői Madách Imre iskolás csapata. Ezüst minősítést érdemelt ki tegnapi teljesítményével a Zsepsi-Szentgyörgyi Verde Áron iskola csapata. És még egyszer ezüst minősítést érdemelt ki tegnapi teljesítményével a Bányai Júlia iskola csapata. Támadnak a sárga, akarom mondani, az aranyminősítés következik. A tegnapi versenyben aranyminősítést érdemel ki az Orosházi iskola 2. csapata. Ugyancsak aranyminősítést érdemel ki tegnapi teljesítményével a Párkányi összevont magánzat iskola csapata. Még mindig tegnap, és még mindig arany minősítést kapott a tegnapi teljesítményére a Beregszászi Szolgáltatóipari Szakítványra. Kérdessék mondani, hogy csíz, most nézzük a végét. Ha rövid volt a csíz, akkor tessék azt mondani, hogy kiviszik ki kicsiricsit pisilni. Még mindig aranyminősítésnél tartunk, aranyminősítésre értékelte a zsűri a Szabolcs Mátyás iskola tanulmányát. Szerintem a bőrérték bőrni akarnak, hogy ott állnak az eső alatt. Nem jött több helyen valahol? De több, nem? Oké. De hogy nem. Aranyminősítésre értékelte a zsűri a tegnapi teljesítmény alapján a Győri Krúdi iskola teljesítményét. Vége. Áttérünk a mai nap versenyére a főtt ételek kategóriájának értékelésére. A főtt ételek, tehát a bográcsban készült, vagy egyéb módon főtt ételek kategóriájában bronz minősítést kapott a Jászapáti Gróf Széchenyi István iskola csapata. Ugyancsak bronz minősítést kapott a Dabasi iskola 2. csapata. Még mindig rossz minősítést kapott a mai teljesítmény alapján a Szegvédi Ungvári László iskola. Még mindig olyan messze ül! Nagyon beszélisták vagytok, hogy olyan messzire ültetek. Még mindig bronzminősítést kapott a Tatabányai Hosszú Nevű iskola csapata. Szintén bronz minősítést értemel ki tegnap a mai teljesítmény alapján a Gergyó Szent Miklósi Vagyányi Ignác iskola csapata. Valamint bronz minősítéssel zárta a mai napot a Barcsi szakiskola csapata.
Ugyancsak bronz minősítést kapott a Bécsi Szakképzési Centrum Zsolnai Vilmos iskolája. Jobbról támadnak. És bronz minősítéssel díjazta a zsűri a mai napon a sejti középiskolásokért alapítvány csapatát is. Még mindig bronz minősítést kapott a Orosházi iskola 2-es csapata. Szintén bronz minősítést kapott a mai ételelkészítésben a Bajai Bányai Júlia. És még mindig bronzok vagyunk, bronz minősítésű teljesítményre értékelt a zsűri a mai napon a főtételek kategóriájára. Ezüst minősítést ért el a mai versenyben a főtételek kategóriájában. A Dabasi. Dabasi iskola 1-es csapata. Ugyancsak ezüst minősítést kapott a mai teljesítményéért a Lőrinci iskola csapata. És ugyancsak ezüst minősítést kapott a mai teljesítmény alapján a Szak József iskola 1-es csapata. Valamint megezüstösödött a mai napon a Kalocsai Kossuth Zsuzsa iskola csapata is. És még mindig ezüst teljesítményre értékelte a mai napon a zsűri a Gödöllői Madács Imre iskola teljesítményét. És ugyancsak ezüst minősítéssel értékelte a zsűri a Sepp-Szentgyörgyi Berde Áron iskola teljesítményét. Na még egy ezüst van a kezemben. Ezüst minősítést kapott a mai teljesítményére a Beregszászi Szolgáltató Igazi Szakmunkai Csapat. És ahogy mondani szokták, aranyosodunk. Aranyra értékelte a zsűri a mai teljesítményét a Szak József iskola 2-es csapatának. Ugyancsak aranyérmet kapott mai teljesítmény alapján a Párkány Összemont Magányzat iskola csapata. Valamint aranyérmet érdemelt ki mai teljesítményével a Győri Krúdi iskola csapata. Visszaadta az aranyérmet. Nem azért, mert most kapták, hanem az előző kukacba is kaptak egyet véletlenül. Arany minősítéssel végzett a mai napon a Giorgio Perlaszka iskola csapata. És arany minősítéssel végzett a Bécsi Garai iskola csapata. Ki van ma itt? Ki maradt itt? Igen. A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth-Márki Szakgimnáziumának első csapata is aranyművőségesen lehet.
Következnek az összetett eredmények. Összetett eredmények. Csak így lehet az én, igen, akkor viszont a kerincsérben az az vagy. Tehát összetettben több 11. helyezettünk is van. 11. helyezettként értékelt a zsűri a Bajnai Bányai Júlia iskola teljesítményét. És ugyancsak 11. helyen értékelt a zsűri az Orosház iskola első csapatának teljesítményét. Összetett versenyzőnek az összetett a zsűriához. Ugyancsak 11. helyen értékelt a zsűri a Sejtli középiskolásokért alapítás teljesítményét. Szúszolok egy kicsit, és hagyok szúszolást a zsűrinek is, amíg átadják ezt az utolsó díjat, köszönöm. És akkor ugyancsak 11. helyezettként értékelt a zsűri, és oklevelet és az ezzel járó kupát fogja átadni a Gyergyószent Miklósi Batthyány Ignác Kollégium csapatának. Itt ezen az oldalon, itt tartják a kupát a kezükbe a kuhemberek. Ugyancsak 11. helyre rangsorolt a zsűri a Kalocsai Kossuth Zsuzsa szakiskola csapatát. Még mindig 11. helyedettek a Jászapáti Gróf Széchenyi iskola csapata. Szintén 11. többekkel együtt a Pakabányai szakiskola csapata. Szintén 11. lett az összesítésben a Pécsi Garai iskola csapata. Itt jönnek jobbról a garaisok. És szintén 11-nek értékelt a teljesítmény alapján a zsűri a Lőrinci iskola csapatát. Valamint még mindig 11-ként értékelt a zsűri teljesítménye alapján a Tavasi 2-es csapat teljesítményét. És hogy egy irányba menjenek a 11. helyezettek, ezért 11. helyen értékelt a zsűri a Pécsi Zsolnai Vilmos iskola teljesítményét. Valamint 11. helyen minősített a zsűri a Tavasi iskola 1-es csapatának teljesítményét. Szintén 11. helyen végzett. Már most induljatok el onnan messziről, hogy ide érjetek a Cserédi Ungvári iskola teljesítményét. Valaki elmű kupa nélkül balra, gyere vissza a kupáért, légy szíves. Szép az az oklevél, de a kupát jól kapított meg az oklevél. Féldecis kupa, igen. És még mindig 11. Még mindig 11. helyen értékelt a zsűri a Garcsi iskola csapatának teljesítményét. Néhány külön díj átadására kerül sor, mielőtt a 10-től fölfelé folytatnánk az értékelést. A zsűri külön díj van. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Budapest és Pest megyei régiója által felajánlott külön díja a Beregszászi Szolgáltatóipari Szakítás csapatának. Ez az oktatérés és hozzájáról szép természetes másodikat is kupa. Csíz.
Még néhány külön díj átadására kerül sor. Kellene Mester Szakács egy szakácskönyv gyűjteményt kíván átadni. Mondd el te! Egész egyszerűen bocsánatot kérek, és cselekedést tartottam a könyvtáromban, és egy csomó amerikai és francia újságot találtam, gyönyörű magazinokat, a most már egyiket nem tudom lehetámasztani, de na ezt ajánlottam fel, köszönöm. A A Maria, kérem kis gondolkodó, a Gödöllő iskolának, igen. Átmegy is a kárcsinak a jövőnök. És egy hasonló összeállítást szeretne felajánlani Kovács Marian a Gyergyó Szent Miklós iskola tagjainak. És akkor még itt a Marian az álmodöntös kúszikat kiosztja, addig még egy feljelentést is kell tennünk. Ugye a szabadkűzi lovagrendnek megrögzött szokása, hogy nem csak idősek, hanem fiatalabb szakáspalántákat is ifjú lovaggá fogad. Három olyan ifjú lovaggá fogadásunk volt április 6-án a lovagi gyűlésünkön, akik egy évvel foglaltság miatt nem tudtak megjelenni. Ezért aztán nem tudtam levágni karddal a fülüket sajnos, de ezt nem úszták meg, mert jövőre megtörténik, viszont mivel már április 6-án befogadtuk őket a lovagrendbe, ezért a befogadó nyilatkozatot most át fogjuk adni részükre. Király Attila ifjú lovag. Kovács Zsolt ifjú lovag. És Bori Vanna, ifjú lovag. Most így mindig gondolkodom, hogy az ifjú lovag könyveket, hogy hívjuk, maradjunk az ifjú lényi elnevezést. Mert lovag, illetve Papics. Papics, a más elnevezést most nem használjuk. Ő kormos lovag, nézd meg, hogy nézd. Ő kormos, mert ruhája teljesen kormos. De nem úszátok meg a füllevágást jövő áprilisban, amikor biztos el tudtok jönni a ceremóniára, én személyesen fogok megtapozni a füleket. És akkor a tizedik helyezettel folytatjuk. A 11. helyezettek többen voltak, 10. helyezettektől fölfelé egy-egy versenyző csapat van egy-egy kategóriában. 10. helyen végzett a 2019 évű versengésben a Giorgio Perlacka iskola csapata. Kilencedik helyen végzett a mai és tegnapi versenyben összetettben a Szak iskola egyes csapata. Nyolcadik helyen végzett a nemes versengésben az Orosházi iskola 2-es csapata. Hetedik helyen végzett ebben a nemes versengésben a Gödöllői Madács Imre iskola csapata. Hatodik helyen végzett a Sepp-Csizengyőgyi Berge Áron iskola csapata.
ötödik helyen végzett ebben a nemes versengésben a Szabos Mátyás iskola csapatát. Erős küzdelemben néhány pontot döntöttek erre a csapatok között. Negyedik helyen végzett a mostani kétnapos versenyben a Beregszászi szolgáltatói. Mielőtt a 3-2 és első helyzeteket elmondanám, egy sajnos kötelességünk elmondani, illetve átadni. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Budapest és környéke régiója az égi szakácsok közé pályázott és távozott kollégája emlékére. Én már 5. éve minden évben egy emlékgyűrűt ad át annak a szakoktatónak, akinek a teljesítményét a Budapest és Pest megye régió jelenlévő tagjai legkiemelkedőbbre értékelik. Ezt megelőzően pedig egy kupát ad át annak, aki az értékelés alapján második helyen végzett. Én először elmondanám Jutkarininek a vitvallását, és utána átadnám néhány szóra az úr Kelemenedre. Vagy te mondod? Akkor Kelemen, gyere igen, mert csak itt tudsz beszélni. Ajaj, lábújhelyre kell állni. És álljál lábújhelyre. De aki elmondanám neked a jó tanácsot, a jó beszédnek 3 fő formája van. Középre kell állni, hogy mindenki lásson. Hangosan kell beszélni, hogy mindenki halljon. És kevesen kell beszélni, hogy mindenki szeressen. Hogy ilyen eddig nem tudtam. Köszönöm szépen a tanácsot. Tehát egy drága barát nőktől, szakoktató társunkról emlékezünk most, akit egyszerűen mamának hívtuk egymás között. Nagyon hosszú, sok éven át utaztunk és mentünk együtt. Egy pár szót szeretnék róla emlékezni. Mamának szólította, ő temeskői dénesség úr, ő kezdte el. Hosszú éveken át hallottuk a konyhában, hogy mama, gyere nézd meg, gyere mama, kóstolj meg, így ragadt rá végül is a mama. Jutva nagy utatják be, sok türelemmel, tanulással, munkával, hogy hivatásunk mamája lehessen. 1962 Abázia étterem, itt lett szakács 1966-ban, 69-ben a Nemzeti Szálló, méltán híres konyhája következett, 1970-ben konyhafőnök helyettes, 1974-től konyhafőnök. 1986-tól kötelezte el magát szakmánk oktatása mellé. A Metropol Oktatókabinet konyhafőnöke, szakoktatója, 1992-től már a Pannonia Hotels Training központjának a konyhafőnöke, szakoktatója. 2005-ben nyugdíjazták, de ezután is oktatott a Pesterségi Gróf Széchenyi iskolában. Tanulóit mindig sikerre vitte a nemzetközi versenyeken, a nemzeti bajnokságokon, országos versenyeken, vagy éppen a szabadtűzi versenyeken. A mamát a világban sok helyen ünnepelték főszíjér a magyar napokon. Svájc, Hollandia, Ausztria, Belgium, Németország, Szovjetunió, Franciaország, Svédország, Olaszország, Görögország és Bulgária hihetetlen milyen sok helyen megfordult és főzött. Részt vett olimpiákon, világversenyeken, 1998-ban Berlinben, 93 Frankfurt, 96 Berlin újra, 98 Luxemburg és 2004 Erfurt. Munkája élete során számos elismerést és kitüntetést kapott. Nehéz elhinni, felfogni, hogy Jutka, ami mamánk, nincs velünk. Ezentúl nem vagyunk dolgáló, aggódós, egyben segítő szavait. Nem főz nekünk többé, hogy a versenyeken, kiállításokon ne legyünk éhesek. Nem lubickolunk többé bogácson, nem utazunk és zsűrizünk többé az ország szegleteiben. Nem hoz több rózsát a sétálókra.
És nem beszélgetünk hajnali családról, szakmáról, és annyi minden másról. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Olvasuk az akkori értesítő szavai között. Ma mi nem csak a mi lelkeinkben, emlékeikben él örökké, több száz tanulónak adta tudását, közülük azóta többen is kitüntöttek séfek, szállodaigazgatók. Ők viszik és adják tovább azokat az alapokat tanulóiknak, amelyeket mi, a mami letett. Az ő tanításai sem merülnek soha feledésbe. Mint Venez Díjas mesterszakás, életműdíja átvételekor a következőket mondta. Úgy érzem, ami energiám engedni, tanítani fogok, hogy tudásomat, kitartásomat, elhivatottságomat, emberi és szakmai szeretetemet át és továbbadjam a leendő ifjú szakembereknek. Elhivatottsága az utolsó percig kitartott, de a betegség legyőzte mindig győzőt. Emlékezzünk rá mindig szeretettel. Köszönöm szépen! Régió tanácsa, a régió tagjai, de mindig van egy nemes versengés, ahol van első, aki megkapja a gyűrűt, és van második, aki egy paraszthajszálra lemarad a gyűrűről. Ezért rendeztük és terveztük ezt a kupát azoknak, akik esélyesek majd a gyűrűre, most lemaradtak róla. 2019-ben a régió tagjai ezt a kupát Balogh Katalin szakoktatónak. És 2019-ben a Tóth Jutka emlékgyűrűt a Nem Engedsz Budapest és Pest megyei régió tagjai, a gasztronómiában végzett oktatói, pedagógiai, nevelő munkája, teljesítménye, elismeréséül Niréter László. Harmadik helyén végzett az összetett teljesítménye alapján. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent József Kereskedelmi Kandidátusának Szakgimnáziumi Szakképző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 
2019-ben a verseny második helyét szerezte meg, és megkapja az oklevelet, a kupát és az érmeket. A második helyet nyújtó teljesítményével a Párkányi Összevonulmányzat. A 15. versenyre nektek, mert ha jól tudom, 15. Párkányban lesz a Mokos Kupa rendezvény, ami egy hasonló verseny, mint a mi
mint a miénk, és nagyon színvonalas szokott lenni. Van még nálam kettő oklevél, ezt alapvetően együtt kell átadnunk, hiszen az egyik oklevél arról szól, hogy a csapat teljesítményével az idei verseny első helyén végzett. A másik oklevél pedig arról szól, hogy 2019-ben ezt a szép kupát, amit most ismét ki kellett írni, hiszen tavaly végleg elvitte Bárkány, ezt a szép kupát első alkalommal megnyerte egy csapat. Hogy mondjam el, hogy mi a csapat kötelessége ezzel kapcsolatban. Egy. A kupát jövőre vissza kell hozni és meg kell védeni. Kettő. Addig minden hétfőn reggel 7:30 és 8:00 között lehet nézekedni. Viszont 8:30 és 9:00 között tessék megtisztítani. Nos, ezt a kupát 2019-ben, valamint az első helyet és az első helyen járva érmeket, megfordulnak készülek fotó. A verseny szervezői nevében minden résztvevőnek és minden jelenlévő csapatnak a teljesítményéhez gratulálok. Mindenkit visszavárunk jövőre a 18. Tokjuka emlékversenyre. Szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy hazafelé lakott területen 50, lakott területen kívül 90, autóúton 110, autópályán pedig 130 a megengedett sebesség. Mindenkinek jó utat kívánunk, véget ért a munka mára. Zárul a rohadt rokatárra, nem csinál a jövőre visszavárunk. Szeretnék jól a város, a hátnyi határba. Elműködjük hozzá, hogy viszont várásra.